elkészítettem nektek a 9. Heart of Darkness videót. Na, milyen ügyes vagyok. Ha jól emlékszem, az utolsó előtti pályán jártunk valahol, de töltsük is be. 7. pálya, úgy bizony. Szépen kikeressük a képernyőt, ahol tartottunk. Ne tévesszem meg titeket, nem menti el minden képernyőn a játék, hanem úgy általában 4-5 képernyőnként van egy ilyen mentés. Itt pedig saját kárán azt is megtanulja az ember, hogy ne a legalsó ilyen fekélyre ugorjon le, mert az kinyitja mind a két ilyen csáp ajtót. És akkor enyhén szóval lehetetlenné válik a játék. Csak szépen egyesével. Úgy bizony. Eltakarítom én innen a mocskot. Elnézem nektek. És most nézzük, mi van a 2. ajtó mögött. Ó, itt vannak ezek a baromarcú vadmalacok, mi a faszmalacok. Ezekkel is leszámoltunk, úgyhogy másszunk szépen le. Megnyomjuk ezt a kiütést, úgy. És menjünk vissza. És ezen a ponton megint elkezdtem agyfaszt kapni a játéktól, mert olyan pofátlanságot művelt, amit még az Alone in the Dark sem merészelt megcsinálni. Az a kisebbi gond, hogy itt valahogy a srác elfelejt lemászni a létrán. Na végre, ezt is megszűltük. Na, itt vannak ezek a sziklaférgek, már jól ismerjük őket. És vagy 50, 60, 70, 80, 200 alkalommal próbáltam ezeket megölni. Nem tudtam megölni, ők természetesen azonnal elkapnak. És jó, mondom, hát rendben. Oké, elővigyázatlan voltam, most már óvatosabb leszek, már jó előre lövök, akkor is, ha elbújnak. Na, a francban már megint nem figyelek. Jó, próbáljuk még egyszer. Szerencsére a játék itt a létre tetején mentette el a folytatási pontot. Megint szenvedtünk egy csomót a létrával. Kétszer is eltaláltam, hát ne csináld! Még egyszer! Hányat kell ezek belőni? Minő pofátlanság már ez? Hát korábbi pályákon, 5., 6., 8., 8., 7. pályákon még az elején is meg tudtam egy találattal ölni ezeket a sziklapondrókat. Egyszer eltalálom őket, kidagadnak a lyukból, még itt is, néha a láva folyásnál, pedig ez rohadtul nem egyszerű pálya. És ilyen, most mit csinál a játék? Hát tegyük sebezhetetlenni a sziklaférgeket, hogy nehezebb legyen átjutni rajtuk. Akármennyiszer eltalálhatod, kész, meg fognak ölni. Mit kell csinálni? Mit? Hát ezeket a faszmalacokat kell lelőni, hogy reprodukálják önmagukat, és akkor a sziklaférgek ezeket fogják elkapdosni. Persze, mert egy olyan kis pondró elbír a magánál háromszor nagyobb faszmalacsal. Ki is nézem belőlük, hát hogyne. Ez most, hogy egy megölhető ellenséget tegyünk megölhetetlenné, ez egy nagyon pofátlan húzás volt a játéktól. Ez bizony egy hiba pont, be is pöttyintem. Né? És ez meg a másik, a következő terem. Semmi gomb nincs itt, és így találomra előbukkannak ezek a sziklák. Úgy kell ezeken átjutni. Közben ott mászkálj a láva folyás fölött, hát ha meghalsz. Engedj már el! Nézzétek már, az nem az a... De, itt van ez a szörnyertés figura, a talpnyalója a sötét nagyúrnak. Úgy tűnik, most megfogtak. Behajítanak a francba. Meg ott kár örven magának, igen? Na, majd meglátjuk akkor mit fog szólni, hogyha... De már, azokat a kis szarcsápokat nem tudom a Dragon Ball-os szupererőmmel szétverni? Meg ezt a vékony sziklafalat? Nem, hát. Felülről kell! Az 5-ször vastagabb mennyezetet kell áttörni. Tök logikátlan. Végigjátszás nélkül erre nem jöttem volna rá egyébként. Na és most csináljunk babkarót, de legalább whisky már megvan, mert csak valahogy haza kéne jutnunk innen. Oké, másszunk fel. Aha, ott van egy fekély. Először eltoljuk az útból a sziklát.
Na, bár most majdnem porul járt a szörnyetős fickó. Na, Whisky megpattant. Na, beszéljük csak ezt meg, öcsikém. Hogy volt ez? Mi van? Jó van, szórakozzál a nénikéddel. Mi az, hogy átmennek rajta a lövéseim? Mi az, hogy nem lehet megölni ezt a rohadékot? Hát nem már. Ennyire azért ne szúrjon már ki velem a játék. Miért nem tudom megölni? Megérdemelni. Ezt egyébként rengeteg másik játék is eljátszotta már. Na mindegy, hát nem tudom megölni, akkor ott maradsz a cellába, ott fogsz megrohadni. Rengeteg játék eljátszotta ezt, hogy a kulcsfigurákat, még akkor se, ha ellenségesek, akkor se tudom megölni. Miért jó ez? Legalább lenne két befejezése a játéknak. De nem. Legyen halhatatlan a... Mindegy, és itt megint ugyanaz a sziklapondrós rész van. Halhatatlan sziklapondrók, és megint ezeket a faszmalcokat kell lelőnem, hogy több legyen belőlük, és a sziklaférgek azok megcsócsálják. Hát bele se fér azokba a kicsi lyukakba ez a faszmalac szörnyetek. Smigott ezredesz, vagy mit tudom én, hogy nevezzem ezeket. De nem baj. Most már itt rutinos voltam. Mert tanultam, hogy a játék az imád pofátlankodni itt a játékossal. Ezt nem néztem volna ki egyébként ebből a játékprogramból, hogy ilyesmit levetemedik, de mindegy. Szokás szerint megint rengeteg árnyékszörny van, de ezúttal szerencsére a játék már sokkal elnézőbb, már nyugodtan meg lehet őket ölni, és ez meg hogy a szarba jött ki a cellából? Lesznek még ennél furább dolgok is a játékban, nehogy ezt higgyétek. Jó, hát a sötét nagyúrnak odavitte ez a szörnyet és talpnyaló a varázskövet, ugye? Nem tudom egyébként, hogy hogy jutott ki ennyi idő alatt a cellából, meg hozta ide. És a sötét nagyúr az szétveri. És ez bizony azzal jár, hogy elveszítjük a csodálatos képességünket. De nem csak én, mondjuk az amigók is, tehát a barátságos szárnyas lénykék, ők is elveszítették. Meg szerencsére a szörnyertés figura is, hát most gondoljátok el, hogy megfogta a követ. Még a végén bosszút állna rajtam, és most nem tudok támadni egyszerűen. Két oldalról ott vannak a szörnyek. Erre mondjuk könnyű volt rájönni. És itt bizony most egyfolytában szaladni kell, menekülni. Hát itt nem vigyáztam kellőképpen. Semmi fegyverem nincsen, úgyhogy szaladni kell, mert megzabálnak ezek a sötét szörnyek. Egyébként tök érdekes dolog, ahhoz képest, hogy árnyékszörnyek, ezeknek is vannak külön árnyékaik. Hát a játék nincs igazán tisztában, hogy az árnyék meg a fény fogalmával itt helyenként. Oké, be kell kuszni oda. Ez egy gyíkszerű szörny, most jócskán le van maradva mögöttem. Na mindegy, megnyomjuk a gombot, ugye, hogy kinyíljon az ajtó. Itt már nem fekélyek vannak, hanem ezek a kukafedő gombok. Ezekkel kell a gépi ajtókat kinyitni. Így megint szaladni kell. Egészen addig, amíg el nem érünk egy lyukhoz, leessünk és... Na, itt van a varanypofájú óriás szörny. És figyeljétek meg, egészbe lenyeli a gyereket. De finom volt. Oké, és most... Most mi van ilyenkor? Most a szörnyet tudom irányítani? Hát ezt mi lelte? Andy, romlott volt? Vagy zálatos lett a kölyök? Vagy mi? A támadás gombot kell nyomogatni, és durr! Mi a fenével lövök most én? Ha nem csal az emlékezetem, mind a sisakot, mind a fegyvert megzabálta a békapofi, nem egyszer lenyelte egészbe, hanem ripityára törte, összemorzsolta, széjjel rágta. Azóta már ki is szarta. És én ezzel lövök? Ezt találtam meg a gyomrába? Mit tisztál, mint a Red Alert 2-be. Szétlövik a szabadságszobrot, aztán a legelső pályán meg ott van meggyógyulva. De akkor csinálták volna meg úgy az alkotók, hogy egész belenyeli a fegyvert. Nem szétrágja, aztán meg megint ott van a fegyver, megint tudok lőni vele, hát a saját farkukkal verik így a csalánt. Hát erre nem számítottam. De ti számíthattok a következő videóra, hamarosan.